Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Kezdőkör, a Fehérvár Televízió sportos kibeszélő műsora, amely ma a labdarúgás jegyében zajlik majd, hiszen mondhatjuk, hogy az európai klubfutball idei kifutásának az időszakát éljük. Talán jó meghatározás, hogy ugye szombaton a Bajnokok Ligája döntővel, amely az egész világ futball egyik csúcseseménye, lezárul az idei szezon. Nagyon sokat beszélnek már a következőről, mint ahogy arról is, hogy mi történt az előző hónapokban. Azt hiszem, hogy teljes mérleget majd akkor vonhatunk, hogyha tényleg lezajlik a Manchester City és a Chelsea nagy harca, amelynek ugye a helyszíne is már egy kicsit az elmúlt időszaknak egy ilyen emblematikus történésének keretébe lett kijelölve, hiszen végül is nem ott lesz a meccs, ahova eredetileg kiírták, lehetnek nézők, de nem annyi, majd erről is beszélünk, és hogy mennyire próbáltunk tényleg autentikus asztaltársaságot összehozni erre a műsorra, azt talán mutatja a mai vendégeinknek a névsora. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Hrutka Jánost, 24-szeres korábbi válogatott labdarúgót, magyar és német bajnokot és futball szakértőt. Itt van velünk a Spiller Televízió, a Premier League közvetítőinek kommentátora Somos Ákos, és itt van velünk Horog László, aki meg mindenben otthon van általában. Tehát is, Lajos Komáromtól Isztambulig terjed a teljes spektrum. A teljes spektrum. Szóval van miről beszélni, mérleget vonni, hiszen Magyarországon is, így Fehérváron is nagyon sokan szeretik a jó focit, nagyon sokan követik figyelemmel az európai top ligáknak a történéseit. Ezek közül ugye a legmagasabb szinten kezelt a Premier Liga héten ért véget. De még mielőtt az európai és a világ futball történéseiben elmerülnénk, egy hát hozzánk sokkal közelebb és sajnos sokkal szomorúbb aprópó kapcsán gondoltam, hogy beszéljünk néhány szót, hiszen az elmúlt héten 65 éves korában elhunyt Puhl Sándor, aki négyszeresen volt a világ legjobb játékvezetője ugye a 90-es években, és azóta is aktív résztvevője a magyar futballnak. Azt hiszem, ő is olyan személyiség volt, és nem labdarúgóról révén szó, az elég ritka, akit mindenki ismert, és valamilyen szinten tudta az ő működését nyomon követni. De hát valószínűleg kevesen olyan közelről, mint akiknek sípolt a pályán, akik testközelből tapasztalhatták meg, hogy mitől lehetett ő játékvezetőként tulajdonképpen sztár a világ futballjában. Hát gondolom, Rudi, neked azért van róla jó néhány személyes tapasztalatot, hiszen az ő pályafutása és a tied itt Magyarországon sokáig azért párhuzamosan zajlott. Igen, volt szerencsém vele játékosként, és utána később szakvezetőként is találkozni, hiszen a pályafutáson befejeztével, amikor az MLS-ben dolgoztam, akkor ott is többször találkoztam Puhl Sándorral, és hát természetesen azóta is volt olyan futballmérkőzés vagy sportesemény, ahol összefutottunk, vagy akár a televízióban is ugye vendégként egyszer-kétszer. Talán ami nekem így egyből beugrott, amikor mondtad, hogy na, fogunk róla is beszélni pár szót, az a következetessége és a nagyvonalúsága, ami abban nyilvánult meg, hogy ő volt az egyetlen olyan játékvezető az én életemben, aki bármilyen rossz dolgot csinálhattam, elküldhette bármelyik játékos melegebb éghajlatra, akármi a pályán, ő soha nem szólt, nem rendezett teátrális mozdulat, vagy nem élt teátrális mozdulatokkal, nem rendezett ilyen nagy jeleneteket. Lefújta, ment tovább a játék, majd egy másodperc múlva azt vette észre mindig a játékos, hogy valahogy odafutott mellé, és a fülébe súgta, hogy a következőnél kiállítom. És már ment tovább. Annyira jól tudta kezelni ezeket a szituációkat mérkőzésen belül, hogy hihetetlen, és hát nem véletlenül választották meg négyszer is a világ legjobb játékvezetőjének, azért az ő korának abszolút egy kiemelkedő egyénisége volt. Nagyon ritka az, hogy a magyar futballban olyan szereplőt tudunk, és akár párhuzamozhatjuk tényleg, ha majd itt most az európai csúcsfutballról beszélünk, aki ott van a legmagasabbakkal egy polcon, velük együtt van pályán. Hát sajnos labdarúgóból ugye talán tényleg alig egy-kettő.
viszont ő neki ez megadatott. És azt hiszem nézőként úgy voltunk vele, hogy az ő sikereinek legalább annyira tudtunk örülni és büszkék lenni, mint hogyha válogatottunk. Azért legyünk őszintén, amikor ő a csúcson volt, akkor a magyar futball éppen nagyon mélyen, akár válogatott, akár klub szinten. Tehát hogyha ti visszaemlékeztek, hogy amikor 94-ben kiderült, hogy ő vezeti a BL döntőt, az nekünk egy akkora élmény és siker volt, mint hogyha válogatottunk valami 20 éve nem élt csodát ért volna el. Hát ez egy kicsit paradoxon valóban, hogy egy futballbíróra azt mondjuk, hogy sztár, mert ugye azt szoktuk normális esetben, hogy legyen a játékvezető az a szereplő, akire aztán nem is emlékszünk, tehát akiről nem is tudjuk. És a pult kivéve aztán nagyon kevés olyan címmeccs van, VB döntő, Bajnokok Ligája döntő, amit így most kapásból tudnánk mondani, hogy kivezette. Tehát azt mondjuk, hogy kivezette a 99-es Manchester United, Bayern München legendás BL döntött, nem biztos, hogy mindenki tudná. Na jó, már nem magyar. A meccsre emlékszünk, így van. Tehát, és tegyük hozzá, igen, tehát mondjuk az a brazil-olasz VB döntő sem volt minden idők legnagyobb meccse, számunkra mégis emiatt örökké emlékezetes, és tényleg én is emlékszem rá, hogy én nagyon szurkoltam mindig a poolnak, tehát egyszerű nézőként. Amikor ő vezette a meccset, akkor én egy kicsit mindig úgy szurkoltam. Tehát lehet, hogy éppen egyik csapatnak sem, de azért igen, hogy ő jó legyen, csináljon, legyen valami bravúros döntése, vagy legyen igaza egy vitatott esetben. És ez egy jó érzés volt, nyilván nem ugyanolyan, mintha az ember egy foci csapatnak szurkolt volna. Utólag visszagondolva meg azt gondolom, hogy olyan értelemben tényleg vannak sztár vagy klasszis játékvezetők, hogy kell ehhez a szakmához egy olyan képesség vagy készség, ami valószínűleg nem tanítható. Ezért nem tudják ők sem elmagyarázni egyébként később. Tehát a Pursanyi se tudott arról sokat beszélni, hogy mitől volt jó bíró. Nem tudják elmagyarázni, mert ez egy ilyen taníthatatlan készség, valamiféle szuggeszió, valamiféle hatás az emberekre, hogyha ott vagyok, akkor ott csönd van, mint amikor egy jó tanár bemegy az osztályba, és ott hirtelen rend lesz, pedig lehet, hogy meg se szólalt. És akiben ez megvan, és mellé még elég laza és nagyvonalú, mint ahogy a pool volt, abból lehet valóban egy ilyen klasszis. Igen, érdekes, hogy ő nem volt teátrális. Tehát emlékszünk játékvezetőkre, akiket azért jegyzünk meg, akár egy Colinát, bár mondjuk ő maga az egész jelenség, tehát tényleg az Alienből jött ki, hogy gesztusai vannak, hogy mimikája van, hogy ő maga is sztár, és aként is tekint magára, és Purról egyáltalán nem jözült eszembe. Most néhány felvételt visszanéztem, ahogy Rudi is mondja, egyetlen szemvillanással, egyetlen gesztussal a reklamáció első pillanatát képes volt úgy elfolytani, hogy akár elfordult a játékostól, jelezte, hogy itt most akkor nem fog diskurzus kezdődni, nem fogok magyarázni hosszan, majd beszélünk mindjárt az angol bírókról, de mégis ez a tekintély, ez megvolt. Laci, neked van róla személyes emléked? Igen, következő volt, én azt mondtam neki 94-ben, amikor megjött a VB-ről, hogy ő elmondhatja magáról azt, hogy az adott nap, adott percében ő volt a világ legfontosabb embere. Mert a VB döntő az tényleg milliárdok, és az adott napon mondtam, hogy te voltál az az ember, aki a világ hangulatát befolyásolta. És mondta, hogy ezen nem gondolkodod, de később mégis igen, mert ahogy lement a sorsolás, utána elindultak a mérkőzések, és meglett a két döntő szereplő, és kijelölték őt, mint játékvezetőt, és azt mondta, Los Angeles-i hálószobájába megérkezett az FBI, a CIA, és elvitték valahova, ahol teljesen elzárták a külvilágtól. Tehát neki ott nem volt mozgástere, ők mondták, hogy készüljön a VB-re nyugodtan, és ezt nagyon szépen meg is oldotta. Tehát így, hogy egy adott magyar ember tényleg, akire az egész világ figyel, most Karikó Katalin például, de ő mondjuk elnyújtottabban, hosszabban, de Pul Sándor ott mondom, aki egy VB döntőt vezet, az mindenek feletti dimenziót, és ezt nagyon kevesen tudják, és ő ezt meg tudta valósítani. Ez, amit mondasz, ez összecseng az, amit Ákos mondott, hogy az, hogy valaki nem gondolja túl, nem adja rajta, hogy én akkor most mekkora felelősséggel bírok, mekkora ember, ez a pályán is mindig megjelent. Tehát olyan magától értetődő természetességgel tudta vezetni a mérkőzéseket, hogy végig azt érezte, hogy ő nem foglalkozik azzal, hogy ő most mekkora csapatoknak vezet, vagy milyen tétre menő mérkőzéseket vezet, és nyilván amikor beszélünk róla, akkor ezekről a meccsekről beszélünk, de azért ő nyilván nagyon sok, nem tudom, Pécs-Rábaetó mérkőzést is vezetett, ő egy Heves megyéből, tényleg az országnak egy szegényebb feléből indult egyszerű srác volt, és ez az egyszerű srác egyébként ez megmaradt akkor is, amikor utána portréműsort készítettek vele, hogy milyen Romáriónak vezetni VB döntőt. Tehát, hogy valahogy ez az önazonosság, hogy én egy egyszerű hevesi gyerek vagyok, aki elértem egy olyan csúcsra, ahol nagyon keveseg, ez végig megmarad benne. Aztán persze más kérdés, hogy nyilván neki is megvoltak a vitatott ítéletei,
és tényleg arról is beszéltünk, hogy mennyire más volt akkor még játékot vezetni, mint manapság. Azért volt nagyon nehéz dolgok, és Kassai Viktornak is szoktam mondani, hogy az a nehéz, hogy ők már azon a szinten vannak, hogy 22 zseninek kell irányt mutatni, és ott mindig megpróbálkozik a trükkökkel valakit. Óriási egzisztenciát hát múlnak egy 11-esen. Az egó dolgoznak meg, igen, tehát azért egy sztárnak, egy Romáriónak, egy Roberto Baggio-nak, egy Del Piero-nak vezetni meccset, ott már nyilván azért azzal is szembe kell nézni, hogy az ő egójuk is ott van a pályán, nem csak a foci tudásuk, és ezt tudni kell kezelni. Felnőtt emberek, de mégis az adott pillanatban ugye ilyen elborult agyú gyerekek, akiket azért tudni kell kezelni. És mind a kettő nagyon tudja a futballt, és nagyon tudja, hogy hogy lehet átverni egy játékvezetőt. Van a VAR, meg nagyon sok technológiai változáson mentünk keresztül, de akkoriban adott pillanatban kellett dönteni, és nem volt a lelátóról segítség, nem volt walkie-talkie, semmi, ott kellett a döntésedet meghozni, amin néha nemhogy karrierek, nemzetek sorsa múlt, mert volt olyan magyar játékvezető, később hibázott egy VB-n, és polgárháború dúlt egy afrikai országba. Tehát itt óriási volt a tét, és akkor és ott a megfelelőt kellett hozni, és ez volt akkoriban nehéz. Különben ő is hibázott egyszer, ha jól emlékszem, egy Manchester United Feyenoord mérkőzésen, és azért nem mehetett a 98-as világbajnokságra, szóval ott is egy hibából utána nem kapott szerepet. Nagyon magasan szárnyalt a karrierje. Később hirtelen elvették a műsorról, akkoriban már mindent megnyert, mindent vezetett, és az olaszok vádolták meg azzal, hogy amikor ő vezet, mindig a németek nyernek. Volt ez a BL döntő. Tehát ez a Dortmund. Igen, a Lineker is megmondta, tehát a Sanyi ugye csinálta volna így. És aztán azt a VB döntőt is ráírták az olaszok, és egy lobby aztán végül is erről beszéltek. De az biztos, hogy ilyen magasságokban jutni tényleg egészen hát elképesztő. Ez biztos elvezet oda is, hogy tényleg milyen elképesztő sportdiplomáciai méregkonyhákon hoznak meg nagyon fontos döntéseket. Annak idején tényleg a világ legjobb játékvezetője, titulus is, nyilván ez egy elvi dolog, de már azzal kapcsán is mentek. Ez jelző, hogy mekkora klasszis volt a pool, mert amikor ő a csúcson volt, akkor azért magyar futballban lobby erőről, meg nemzetközi tekintéről nem lehetett beszélni. Tehát nekünk nem voltak, mint most a Csányi, vagy olyan nemzetközi kalibereink, meg olyan tekintélyünk, futballistánk, konkrét a magyar foci, tehát hogy ő biztos, hogy a maga erejéből érte ezt. Tehát én nem gondolom, hogy ő egy egri domuszáru az igazgatóként, ő nagyon tudott volna azért lobbizni, hogy őt ide-oda elküldjék, hanem egyszerűen látták rajta, hogy ő jó. Még egy tulajdonképpen nem csak Puls Sándorhoz kapcsolódó, de egy elméleti kérdés, és tényleg főleg Rudinak a véleményére vagyok kíváncsi, hogy mitől jó egy játékvezető, aki közülünk majdnem mindenki kispályán focizott, azt tudjuk, hogy nagyon föl tudja az ember agyát, akár egy, mit tudom én, rosszul elsült gesztus is verni, akkor, amikor ezerrel mész és benne vagy, és akkor azt érzed, hogy a játékvezető most rossz indulatú volt, holott csak máshogy ítélt meg egy dolgot. Hát gondolom olyan profi labdarúgók esetén, akik azért óriási tétekért, pénzekért, presztízsért versenyeznek, és hogy elhangzott tényleg nem akármilyen egók, ez fokozottan jelen van. Ilyenkor az a jó játékvezető, aki hozzád se szól, ezzel nyugtat meg, vagy az, aki hosszan elmagyarázza, és az alatt majd lemegy a púzusod 180-ról 160-ra, te melyiket szeretted? Szerintem itt mindhármunk véleményével az elmondottakból már össze lehet rakni, hogy milyen egy jó játékvezető. Én is egyetértek Ákossal például abban, hogy valóban az, aki nem szeret szerepelni, és úgy megy le egy mérkőzés, hogy bármilyen nehéz, bármilyen egók szerepelnek benne, valóban észrevétlen tud maradni. Ehhez meg nem kevés tapasztalat kell, valószínűleg kell hozzá az is ugyanúgy, mint egy edzőnél, hogy tudjon bánni a különböző személyiségekkel, tudja jól előre, hogy mi van akkor, ha most a mai futballból veszünk példát, ha egy Neymarnak kell mérkőzést vezetnie, és 10-ből 8-szor fekszik a földön, akkor ezt hogy kell megítélni, kezelni, hogy kell a hisztiket kezelni. És aztán visszakapcsolhatunk megint Puls Sándorra, hogy ő, neki valóban ez volt az egyik legnagyobb erőssége szerintem, hogy ezeket a helyzeteket ők kiválóan tudta kezelni, nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is. Hát méltón megemlékeztünk róla, főleg, hogy hallottuk, hogy Laci ő vele is, és Kassai Viktorral is milyen jó bensőséges viszonyban. Sőt, olvastam Howard Webről is. Akkor 2 évvel ezelőtt volt, aki ezt nem gondolta. Olvastam róla, az zseniális volt, hogy azt nem tudta marketing, vagy egyszerűen az asszony csak nem annyira okos, vagy csak kis médiát akar. A 2 évvel ezelőtti VB döntőre
kijelölték, és mondja, hogy hát a férjem fogja vezetni a VB-nőt. Tehát otthon a három gyereket nem tudja rendbe tartani, mert a 22 ember rohangál a gyepen, és majd azt mondja, hogy itt milyen, rend van. Milyen bölcset mondott egyébként, ezzel fogalmazta meg a lényegét. Tehát ezzel erre mondják azt, hogy a színész az két előadás között lehet impotens, de a színpadon ő lesz az, aki a kaszadóba, így van. Tehát, hogy erről szól a történet, igen. Az már egy tulajdonképpen átkötés egy kicsit napjaink futballjára, hogy ugye volt neki pont azon a világbajnokságon, amelyen végül döntőt vezetett, egy emblematikus jelenete, amikor hát nem látta, mert háttal állt annak, hogy ugye Tassotti orba könyökölte Luis Enriquét. Akkor még a televíziós közvetítés is a korszínvonalán persze világcsúcs volt, de hát a mai szemmel nézve sokkal kevésbé részletes. Mégis jól látszott ott, hogy történt egy szándékos könyöklés, 16-oson belül orrba vágta, ugye ömlött Erike orrából a vér, és hát Puls Sándor ezután megkapta a VB döntőt, mert hogy mondvá, hogy ő ezt nem is láthatta valóban, és a partjelző, akkor még úgy hívták, felelőssége lett volna, hogy ezt jelezze. Eljátszva a gondolattal, hogyha ezt... Viszont Tassotti kihagyott egy meccset, tehát őt eltiltották. Igen, de érdekes, jó, csak játszok el a gondolatot, hogy ez egy negyed döntő volt, az olaszok 2-1-re nyertek, de ha ott megítélik egy 11-est Spanyolországnak, és mondjuk kiállítják Tassottit, lehet, hogy az egész VB máshogy alakul, viszont nem volt VAR. Nem úgy VAR, tehát álmodni lehetett arról, hogy itt a játékvezetőnek az autoritását bárki olyan szinten megkérdőjelezi. Három kameraállásból lassítottak akkor még körülbelül, abban az egyik ugye az volt, amit az élőképen is láttál. Ja, most ez ma úgy nézze ki, hogy nem tudom, szöglet, vagy mit ítélt ott Pool, fülére szólnak, kimegy, megnézi, mi az alatt megnézzük 8-szor, eldönti, ő biztos, hogy olyan játékvezető lett volna, aki ezek után kiállítja Tassottit, befújja a 11-est. És hát ez már azt mutatja, hogy ahogy a játékvezetők, ugye a futball is óriásit változott. Az örök nagy kérdés, persze, azzal együtt, senki nem kérdőjelezi meg, hogy mondjuk egy olasz-brazil döntő az ott teljesen jogos és jó volt, hogy jó-e az, hogy ma ez így történne. Mert hogy az, hogy igazságos, azt nem nagyon lehet vitatni. Tehát az a védő, aki orba vág valakit, az legyen kiállítva. De hát sokan azt mondják, hogy az egésznek a varázsa vészel abban a pillanatban, amikor egy játékos mondjuk csibészesen nem tudja átvágni a játékvezetőt. A varázsa. Igen. De jó dobál. Amihez kellett Kassai Viktor egyébként az EB-n, az angol-ukrán meccs. Ezt akartam, ugyan ez jutott eszembe, hogy ott mennyivel másképp ítélték meg, hogy Puls Sándornál még azt mondták, hogy igen, nem láthatta. Kassai Viktornál meg ugye már pont az volt a magyarázat, hogy hát ő felel az egész stábért, úgyhogy az ő stábjának kell. A VAD 1966-ban már VAD 2 volt, és pont úgy állt, hogy nem látta, hogy lesről indultak, gól, visszavont gól, teljesen más, ráadásul a házigazdák volt érintettek rossz oldalon. De ez azért nem csak arról szól, hogy emiatt kellett, mert ekkor már rég lehetett volna. Tehát 1966-ban volt egy VB döntő, amiről ugye a futball történelme legemlékezetesebb gólja megszületett, amiről azóta ugye számítógéppel megmutatták, hogy nem volt gól, mégis eldöntött egy világbajnoki döntőt. Utána már 40 évig beszéltek arról, hogy változtatni kell, meg majd kell valami, ami ezt kiküszöböli, és mégsem született meg, tehát nem amiatt történt ez, mert egy meccsen volt, aztán a 2000-es években volt egy ilyen eset, hanem az, hogy én nekem az a meggyőződésem, itt most már két különböző sportágról beszélünk gyakorlatilag, amikor megy egy meccs. Beszélünk egy klasszikus foci meccsről, ami mi szocializálódtunk, hogy ami a pályán történik, az ott megtörténik, és azt el kell fogadni, hogy az úgy volt, akkor is, hogyha a bíró máshogy látta, de megy tovább a dolog, és ennek az egész lendületéhez hozzátartozik, hogy itt vagy ott becsúszik egy-egy baki. Ez az egyik. És van egy másik sportág, amit százmilliók néznek a televízió, most már 28 kamerával, olyan az egész, mint egy mozifilm, úgy van összevágva, minden egyes fontos jelenetet abban a pillanatban újra megmutatnak neked, és te, aki otthon ülsz a fotelben, más látsz, teljesen más matrixban vagy, mint azok, akik ott vannak a nézőtéren vagy a pályán. És mivel ez a nagyobb üzlet, tehát a televíziós futball már sokkal nagyobb üzlet, mint az élő, ezért mindent ennek kell alárendelni. Tehát mondhatnák azt ma is, hogy igen, tudjuk, hogy kínos, de a futballt így találták fel 110 évvel ezelőtt, és ezért nem csinálunk belőle ilyen szappanoperát. De nem lehet. Nem lehet, mert a nézők annyira sok mindent láttak, hogy nem tudják befogadni. Ha a negyedik kameraállásból látod, hogy orba vágta, és közben
a bíró meg nem csinál semmit, azt már nem tudod elfogadni. Hát meg plusz kiveszik ezt a faktort belőle, hogy ne kelljen elvinni a CIA-nak, FBI-nak mindig, és vigyázni rá, hogy esetleg még elviszik el. Hibapont legyen. Igen. Utána viszik el, és a KGB. Tehát, hogy talán egy kis gyűrűt kapjon, vagy bármit kapjon, és úgy vezesse a mérkőzést, ahogy. Azért az kétségtelen, hogy ezáltal sokkal szabálykövetőbb lett a futball. Azt nem szabad elfelejteni, hogy így sem lettek kikerülve az összes nagy hiba, mert ez nem is lehet, ezt nem is vállalták, csak a hibáknak a száma jóval kevesebb és kisebb mennyiségű. Itt már átköthetünk tulajdonképpen a... Még a pillanatra, ha lehetek szemtelen. Nem kötünk át, az Ákos nagyon jó mondott, hogy tényleg itt köszönöm, a... Köszönöm, mert én akkor rostál is. Köszönjük az eddig lehetőséget. Nem, hogy... Tényleg ketté vált ez a dolog, mert a FIFA-nak volt egy ilyen eszméje, és azt nagyon sokáig tartották magukat, hogy mindenütt ugyanazok a feltételek. Megye kettőtől elkezdve a VB döntőig, de nem lehetett tartani, mert a profi futballban a világ tetején olyan pénzek és olyan egzisztenciák mozognak, hogy ott egy-egy hiba már nem fér bele. És itt jött az a dolog, hogy az alacsonyabb osztályokban meg nyilván nem lehet finanszírozni, és egy rettenetes pénzek bekerül egyébként ez a technika. Nézem, hogy egy-egy külföldi meccsen, hogy honnan jön a varos kollega, honnan jön, aki vezeti a közvetítést, honnan jön a partjelző, tehát a világ különböző pontjairól, aminek most utazás, finanszírozás. Most a vírushelyzet azért nem változtatott, most mindenki egy helyről jön. Igen, de az biztos, hogy mondom, azon a szinten már túl nagy a tét, ott már óriási üzlet a futball. Eleve ez hülyeség, tehát ezen mindig csak röhögök, ezt mondják, hogy legyen ugyanaz a feltétel a Megye 2-ben. Ez olyan, mintha azt mondja, hogy egy hollywoodi szuperprodukciót nem világítunk be rendesen, mert a YouTube-ra feltöltött mobiltelefonos rövidfilmnek sincsen olyan lehetősége, mint a George Lucasnak. Hát akkor a George Lucas se csináljon 800 millió dolláros filmet, mert a Kökörcsin Lajoska nem tudja azt megcsinálni, amikor fölveszi, hogy várja a Zsanettet a szökőkútnál. Tehát ezek ilyen abszurd dolgok. Tehát a Megye 2-es foci az egy más világ, azt úgy szeretjük, ahogy van, ne legyen már az valamiféle szabvány. Igen. Arról nem is beszélve, hogy azért megmarad a futballnak ez a bizonytalanságból fakadó varázsa, hiszen nagyon sokszor látjuk, és a Premier League-re akár rá is térhetünk itt, hogy 8 var szobában ülő ember ide, 32 kamera oda, milliárdos nézettség amoda, bocsánat, hogy ezt mondom, a hülye bíró a hülye ítéletét így is meghozza, sőt adott esetben még jóvá is hagyja. És most véget ért a Premier League szezon, amit egy nagyon röviden tényleg összegezhetünk, talán az idén nem múlt semmi ezen. Tavaly egy kiesés dőlt el azon, hogy egy gólnak láttak, vagy nem láttak, nem is emlékszem pontosan a részletre. Nem Ákos... adták meg, igen, beesett a kapus a labdával a gólvonal. Most egy kapus beesik egy labdával, amit manapság a VAR-nak, a gólvonal technológiának az idejében gyakorlatilag kék szirénával jelez azonnal minden szobában minden, hogy ez gól volt. Nem centizgetni kell, meg nem találgatni. Nem csak a VAR szobában, ugye a játékvezető kezén lévő óra már van, az alaponali asszisztensnek már ebben így szerepe, mégis megtörténhetett, hogy egy csapat ezért esett ki a Premier League-ből, mert a másiknak nem vették észre a gólját, amit egyébként szerzett. Tehát, és akkor a játékvezető felelősségére visszatérve, az idei Premier League szezonból, amelyet végül is ugye a Manchester City nagy fölénnyel nyert meg, úgyhogy tényleg nem múlt ezen semmi. Ti emlékeztek-e ilyen történetre, vagy elmondhatjuk-e azt, hogy az angol bírók, akiken főleg azért nyilván, mert az a világ legjobban követett bajnoksága, azért tényleg egy földgolyó köszörüli a nyelvét, azok jobbak lettek-e az idén, és hát tényleg még utoljára Púl Sándor előtt tisztelegve azért olyan kaliberű játékvezető szerintem egyszerűen a Premier League-ben jelenleg nincs. Mint amilyen Púl volt mondjuk 20 évvel ezelőtt. Igen, azt akartam az előbb is mondani, hogy a VAR-nak a bevezetése az azt eredményezte, hogy mondjuk eddig 100 döntésből, 100 ítéletből volt 15 rossz, most a 100-ból van 4-5 rossz. Szóval ezeknek a száma kevesebb lett, de nem tűnt el. Ami engem leginkább zavar a VAR-ral kapcsolatosan, az elhúzódott döntéshozatal egy-egy kétes szituációban, amikor egyértelműen látszik valami, de még a játékvezető menjen ki, és elmegy 2-3 perc, úgyhogy nem történik semmi. Van még mindig egy-két olyan szabály, és itt említhetjük a kezezéssel kapcsolatos dolgokat, amiket nem igazából tudnak követni. A harmadik, ami zavar, az pedig az, hogy nagyon sok esetben van olyan egyértelmű helyzet, lesállás, vagy akár 11-es, amiről mindenki látja, hogy igen, ez az volt.
és hogy nem húzzák be, mert hogy majd úgyis a VAR kisegíti őket, és majd esetlegesen az megmutatja, hogy ez helyes volt, vagy nem. Szóval, hogy sok esetben a játékvezetők elódázzák magát a döntést, ennek a felelősségét. Hát figyelj, Rudi, szerintem az egy nagyon jó dolog, egy jó döntés, hogy ugye most úgy vezették már ebben a szezonban a meccseket, hogyha elindul a csatár a kapu felé, az asszisztens nem emeli fel a zászlót. Tehát eddig ugye az volt, hogy szinte zsigerből, reflexből fölrántotta, a bíró lefújta, és aztán mondjuk 5-ből 3-szor láttuk a lassítást, hogy közben nem volt les. És azt mondták, hogy na bum, hát így járt. Most végig engedik a támadást, megvárják, amíg vége, és akkor, vagy akkor emeli fel a zászlót, amikor már jelző, mert úgyse lett belőle semmi, vagy megnézik utána, hogyha esetleg gól lett. Tehát ilyen szempontból én ezt nem tartom rossznak. A videóbíró, mint technika, az szerintem tökéletes megoldás, nagyon, és az nem járt. Van olyan, hogy elmegy egy perc, hogy volt egy les, és nem megy ki a labda, és utána visszaviszik egy percre. Nem, erre van azért szabad, hogy mikor kell. Tehát ha a játék folyamatos lett, nem lett semmi következmény az adott szituációnak, akkor már nem fújják vissza. Viszont a következetlenség az ugye nem a technológia kérdése. Tehát, hogyha megmutatják, van két meccs egymás után, két ugyanolyan mozdulat a 16-oson belül, még fölrántja a könyökét a védő, rápattan a labda, és ugyanezt megnézed az egyik meccsen lassítva, a másik meccsen ugyanaz a kép, és mégse ugyanaz a döntés születik, az már nem a VAR hibája, az a játékvezető, meg a szabályalkotóknak a felelőssége, hogy nincs egyértelmű szang, nyilván nincs megmondva. Épp ez mutatja, hogy megmaradt azért az egyén felelőssége, tehát minden terhet nem vesz le, és sok játékvezető szerintem nem is szereti, hogy innentől kezdve úgymond teher nélkül vezethet, hiszen majd legfeljebb kijavítják a alszobában. Ez nem így van. Nyilván az egész szezon legabszurdabb jelenetéke nem a Premier League-be történt, hanem a Real Madrid egyik utolsó mérkőzésén, ahol addig ment a játék, amíg 11-est ítéltek a Real Madridnak, majd a játékvezető kiment, megnézte a VAR-t, és 11-est ítélt az ellenfélnek, mert hogy előtte volt ott egy kezezés, amit nem vettek észre, abból indult a Real akciója. Hát ez már tényleg az, ami tényleg csak így könyvbe leírva tudtunk elképzelni. Volt a Bajnokok Ligájában is Hollandnak az esete, amikor gólt szerzett, 11-est kapott, visszafújták utána a 11-et. Szóval ment egy 10 percig úgy a játék, hogy azt se tudta se szurkoló, se senki, hogy mi történt. Először nem adták meg, videózás után megadták, aztán kihagyta, visszarugatták, akkor nem volt érvésük a sokadikra. Hát ennél volt keményebb, amikor a németek bevezették, az biztos, hogy nem a Kaiserslautern meccse volt, mert az ott alászállt, mióta Rudi elhagyta őket évtizedekkel ezelőtt. Hogy ide a Kaiserslautern tényleg? És csak miattad néztem akkor Bundesligát. És volt egy meccs, szabálytalanság 16-oson belül, tovább engedték, gólt rúgtak. Vége a félidőnek, bevonultak az öltözőbe. Majd utána visszanézték a szituációt, abból, amiből indult az akció, 11-es. Visszahívták a csapatokat, és akkor mondom, ebből balhé lesz hosszú távon, mert itt negyed órák mennek el, és a világ elfogadta. Tehát gyakorlatilag volt egy gól, szünet, mindenki már a zuhanyzóval. Manchester United az első csapat a Premier League története, vagy a lefújás után szerzett góllal nyert meg egy meccset. Ugye a Brighton elleni meccsen történt az, Brighton, amely egyébként 5 kapufát lőtt addig a meccsen, 93. percben valahogy sikerült kiegyenlítenie, majdnem megőrültek, még volt egy felívelés, kifejelték, bíró lefújta, lementek, és akkor szóltak, hogy ez az utolsó beívelés, itt volt egy kezezés. És szó szerint ugye visszahívták, hogy végezzék el a 11-est. Már Angliában, ugye tényleg a Monty Python hazájában, tehát hogy megvan az a jelenet, nem, hogy csatár otthon altatja a kisgyereket, keni a lekváros kenyeret este 10-kor, és szólnak, hogy vissza kéne jönni, mert mégis be kéne rúgni azt a 11-est. Tehát hogy simán benne van ez is. Na jó, de ahogy említettem, ugye ezt az idei Premier League-et nem ilyen játékvezetői ítélet döntött el, hál' Istennek. Rudi nagyjából egy négyzetméteres statisztikával érkezett a Premier League idei számaival, nem fogjuk azért ezzel mind végig menni, de hát gondolom, ti tényleg fokozottan figyelemmel kísértétek. Tavaly egy pandémiás időszakot ugye a Liverpool végül is meg tudott koronázni első PL győzelmével, az idén viszont meglepetés egyáltalán nem voltak versenyben. A City volt az idén ennyire domináns ebben a ligában, vagy a többiek kerültek hullámba, hogy ez mindig felmerül nyilván, mikor valaki ilyen simán nyer meg egyébként ennyire nívós bajnokságot. Nem lehet szerintem figyelmen kívül hagyni az egész helyzetet, ami és a mikrokörnyezetet, ami övezte a bajnokságot. Ugye itt leginkább a vírushelyzetre gondolok. Egyrészt jóval később tudott elkezdődni a bajnokság, rengeteg mérkőzést kellett játszani nagyon rövid idő alatt.
és a vírushelyzetnek köszönhetően, a sok mérkőzésnek köszönhetően, sok volt a kihagyás, sok volt a sérüléssel töltött időszak, és ez mutatta meg, hogy melyik csapat tud leginkább alkalmazkodni egy ilyen teljesen extrém helyzethez. És a Manchester City, akinek a legerősebb a kerete, akinek leghosszabb a kispadja, valószínűleg ez jobban vette ezeket az akadályokat, és azok a csapatok, ahol ezeket a kiesőket nem tudták úgy pótolni, láthatjuk a Liverpoolnak a védelemből való több ember kiesése, milyen megoldhatatlan helyzet elé állította őket. Ott nagyobbak voltak ezek a hullámvölgyek, hullámhegyek, és nem jött össze ez a bajnokság annyira így összefoglalva. Persze ennek rengeteg aspektusa, rengeteg apró részlete van, de tény és való, hogy a City volt az, aki a legkiegyensúlyozottabb teljesítmény, úgy, hogy azért ők is, ha megnézzük a betegséggel, kihagyással eltöltött napok számát, a City karácsonykor a 8. volt. Tehát ők azt mondod, hogy ilyen hatalmas fölénye, meg egyértelműen nyert, soha nem nyert még úgy csapat a Premier League-ben bajnoki címet, hogy karácsonykor 8. helyen állt. A Liverpool akkor éppen valami 4-5 pont előnnyel vezette a táblázatot, és 7-0-ra megverte a Crystal Palace-t. Akkor azt mondta mindenki, mondom, ez decemberben volt, hogy hát ezt a bajnokságot ezt nem kell lejátszani, hát itt mindenki küszködik, mint malac a jégen, a Liverpool meg úgy szépen elsétálgat. És ehhez képest történt aztán az, és ebben szerintem valóban óriási szerepe van ennek a egészen hihetetlenül elcseszett járványhelyzetnek, remélem soha többet nem lesz ilyen szezon, hogy nem lettek érvényesek azok a panelek, amik minden szezonban fizikálisan, tehát mérhetően, kimutatóan mindig érvényesek voltak, hogy van egy iszonyatosan intenzív december-januári időszak, és aki azt át tudja vészelni sérülések nélkül, meg túl sok vereség nélkül, annak lehet ott esélye. De itt most nem ez történt, mert a Manchester City utána úgy valóban úgy játszott végig egy olyan szezont, amiben az utolsó pillanatig ugye három fronton érdekelt volt, mert a kupában is, a bajnokok ligájában, a bajnokságban, hogy nem volt hullámvölgye, de ebben biztos, hogy szerepe volt annak, hogy ugye közben jöttek ilyen beiktatott szünetek, tehát volt olyan csapat, amelyek még a Covid miatt aztán már eleve halasztották a meccseit közben, és tehát valamilyen szinten, meg azzal, hogy ők megúszták a sérüléseket, ilyen hullámzás nélkül tudtak teljesíteni, miközben más csapatok meg, hát az egy abnormális dolog, a Manchester United az utolsó héten 5 nap alatt játszott 3 meccset. 2 naponként játszottak meccset. Tehát így nem lehet, ezt a szezont ezt nem lehet lemodellezni, tehát ez nem alkalmazható semmi másra. Bocs, még csak annyit, hogy a Leeds United, amely az egyik legkellemesebb volt ebben az egész szezonban, ugye a Marcelo Bielsa csapata, őrá volt igaz, mindig az, hogy a Bielsa egy olyan elképesztően hiperintenzív futballt játszott a játékosaival, hogy ősszel végig rohannak a mezőnyön, aztán februárra meg meghalnak. És maradtak is így le feljutásra. Most is mindenki azt mondta, hogy hát a Leeds az ki fog fingani, bocsánat. És azért nem történt ez meg, mert valószínűleg azért nem történt meg, mert egyszerűen a többi csapat sem volt fizikálisan olyan állapotban. Tehát nem tudtak kifáradni, mert volt egy kis leállás, volt egy kis szünet, mindenhol betegek voltak, kihagytak. Tehát azért mondom, hogy ezt a szezont nem lehetett lemodellezni, ezzel együtt természetesen az, amit a Manchester City csinált, meg amit a Guardiola művel, az elképesztő. Azért néztem félve Lacira, mert tudom, hogy neki a Premier League azért egy kicsit ingoványos terep, mert talán az egyetlen bajnokság, ahova nem lehet egy telefonnal akkreditációt elintézni. Tehát, hogyha most a Rózsahegyről beszélünk, vagy a spanyol másodosztályról. Oda már szinte lehetetlen. Oda biztos se tudsz bejutni. Egy biztos egyébként, hogy arra kevesen gondoltak, hogy a Liverpool mennyire magabiztosan nyert tavaly, hogy idén eljön az a pillanat, hogy 6-szor egymás után kikapnak otthon, zsinórban 8 vereség, elhullatottak 24 pontot. Az alapjátékokat úgy éreztem, megvan. Csak valami nem sikerült, és egy olyan negatív spirálba kerültek, hogy aki szembe jött, az elvert őket, kieső jelölt, bajnok esélyes. És Kloppnak volt egy ilyen időszaka már annak idején, a Mainzot felvette a másodosztályba, ott tartott az élvonalba, de ő annyit bizonyított korábban edzőként, hogy fel sem rülse, ahol kirúgják. Mainz is azt mondták, hogy ha alászállnak, mennek vele. Visszajuttatta őket, jött Jos Luhukaj, ő pedig elment aztán a Liverpoolhoz. Ott is volt egy nagyon jó időszak a Brendan Rodgers után. Bejött a második helyre, utána 4 meccs, 3 vereség, 1 döntetlen. A drukkerek már repülőt akartak bérelni, hogy Klopp takarodj haza Németországba. Elkezdtek nyerni, egy elképesztően jó edző, és megtalálta ismét az alapjátékukat, úgyhogy a végére kiegyenesedtek. Mondom, a City túl azon, hogy a Guardiola ismét a
világ legjobbjai közé emelkedett nálam, mert volt egy időszak, amikor én gondoltam, ilyen edző még nagyon sok van, itt most zseniálisan hozta ezt a szezont, és valóban kellett a Liverpoolnak a mélyrepülése ahhoz, hogy a City onnan indulva ilyen maga biztosan nyerjen. Most itt lenne a Kaiser, akkor mondaná azt, amit nekem küldött SMS-ben, amikor dicsértük a Guardiolát az utolsó meccs alatt, a díjátadás alatt, küld egy SMS-t, hogy ezzel a Cityvel a Csertő is bajnok lett volna. Salló Istvánról tudjuk, hogy ő bent tartaná, vagy a Tottenhammel ő is, vagy magyar edző is négyben lenne. Jó, ebbe most nem menjünk bele, ami viszont nagyon érdekes kérdés, hogy nagyon fölényesen megnyert, és most már nem először megnyert bajnoki cím ide vagy oda, a Manchester City, hogyha szombaton nem nyer a Bajnokok Ligája döntőjében, akkor vajon hogy milyen megítélés alá fog esni Guardiola, illetve maga a klub és az egész szezonja. Ennek a csapatnak 2008 óta, mióta Mansour Sheikh tulajdona, gyakorlatilag a kijelölt útja az, hogy meg kell nyerni a Bajnokok Ligáját. Csak egy nagyon érdekesség, mert most akkor BL döntőzünk innentől kezdve, hogy Roman Abramovich 2003-ban, most már lassan 20 éve hihetetlen, vette meg a Chelsea-t, 5 évvel később BL döntőt játszott, azt még elbukta, és a hatalom átvételhez képest 9 év múlva nyerte meg a Bajnokok Ligáját a Chelsea, ráadásul egy olyan pillanatban, amikor nem is nagyon várták volna tőle. Most 2008-ban vette meg Mansour Sheikh a Manchester City-t, 13 év telt el azóta, és még csak kupa döntőbe sem jutott európai szinten a City, sem Guardiolával, hát az elődeivel, meg aztán pláne. Vagyis azzal együtt, hogy még Abramovich pénze sem garantált az azonnali sikert, úgy tűnik, mintha egy akkori ilyen tőke befektetés a világfutballban még sokkal nagyobb eséllyel hozta volna meg a sikert, mint manapság, amikor a City tényleg a világ leggazdagabb klubja, vagy legalábbis az egyik, és 13 év alatt először jut el a Bajnokok Ligája döntőjébe. Viszont innen nézve azt gondolom, hogy tényleg főleg egy meccses döntőben semmi garancia rá, hogy ez most akár győztes döntő lesz. Szerintem nem lehet összehasonlítani, mert a 2000-es években ugye Abramovichnak a szerepvállalása az egy ilyen, nem is tudom mekkora szenzáció volt, egy első... Nem volt igazán, nem volt ilyen. Felforgatott mindent a világ futballba. Az első igazán pénzes potentát volt, aki bekapcsolódott a futball elitjébe. És ha megnézzük a jelenlegi helyzetet, most már csak a Premier League-ben hány olyan tulajdonost, hány olyan érdekkört, akár keleti, akár amerikai, akár orosz érdekkört találunk, akik valóban fantáziát láttak a futballban, és mennyivel több pénz is forog most már kockán. Úgyhogy nagyon nehéz ebben a millióban bekerülni most már egy Bajnokok Ligája döntőbe, vagy legalábbis több csapatnak van meg a lehetősége anyagilag mindenképp mindenre. Én szerintem különben semmi nem történne, mert Guardiola mégis nyert 3 bajnoki címet, FA kupát nyert, 4 liga kupát nyert a Cityvel, szóval lerakott már olyan alapokat, ami nem egy mérkőzésen fog eldőlni. Ugye említette, City még soha nem is szerepelt, ugye elődöntőben sem, döntőben sem, ezt most elérték. És talán az lenne inkább fájó egy vereséggel kapcsolatosan, hogy amíg azt láthattuk, hogy a Chelsea-nél mondjuk Tuchellel milyen remekül kezdtek 10 mérkőzésen keresztül, ki sem kaptak a bajnokságban, és a végére talán az ő rendszerük is egy kicsit elfáradni látszott, sőt, ők veszítettek már kupadöntőt idén, és tavaly Bajnokok Ligája döntőt is veszített Tuchel, ugye addig a másik oldal pedig egy abszolút egy pozitív flow-ban van, nem kellett a végén még versenyfutást rendezniük a bajnokságba, láthattuk, hogy hiába kaptak ki a Brighton ellen a City, de hogy milyen kezdő csapat játszott, akit az őszintjükön nevezhetünk B csapatnak, bár lehet, hogy az is bajnok esélyes lett volna, ha ők játszanak végig ugye a bajnokságban, míg a Chelsea-nél ugye nem volt ennyi esély a forgatásra, és kellett hozni az utolsó pillanatig is az eredményeket, a biztos Bajnokok Ligája indulás véget. Szóval inkább erről az oldalról megközelítve lenne szerintem egy kicsit csalódás, ha most sem sikerülne. Hát a BL döntő az ugye egy meccs. Itt arról van szó, hogy most akkor azt mondjuk, hogy egy meccsre tesszük fel azt, hogy valóban lesz a Manchester City-ből top csapat, vagy a Guardiolából megint a világ legnagyobb edzője. Egy meccsre, egy olyan ellenfél ellen, amely egy hónap alatt kétszer legyőzte már a Manchester City-t. A kupa elődöntőjében, Angliában, és aztán a bajnokságban is legyőzte. Tehát ha így nézzük, azért nem lehet kijelenteni, nem lehet oda tenni Guardiola elé, hogy ezt már nyerj le.
tök mindegy, Rudi, tehát arról van szó, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy a Thomas Tuchel, aki a Chelsea edzője, rendelkezik olyan tudással, vagy van egy olyan víziója, hogy ő a Guardiola csapatát hogyan állíthatja meg. És most lesz egy meccs, ami a legtöbb játékosnak élete eddigi legfontosabb meccse, ami ezt vagy meg tudja csinálni, vagy nem. Ami meg ugye az általános tendenciát illeti, azt se felejtjük el, hogy azért a Chelsea is 9 éve nyerte meg a Bajnokok Ligáját, azóta ugye ők a négy közelébe sem nagyon jártak, sőt, ugye 2-szer az Európa Ligát nyerték meg, ami azt jelenti, hogy abban az évben még a kieséses szakaszba se jutottak be a BL-be, vagy egyáltalán nem. Tehát azért a Bajnokok Ligája ez egy olyan szinten hihetetlenül ilyen hogy szokták ezt mondani, ilyen kötéltánc, hogy ott én szerintem nem lehet, még a Real Madridnak se lehet olyan standardeket állítani, hogy ő úgyis megkenje, úgyis ott lesz-e, úgyis megkenje. Az tény, hogy az elmúlt, nem tudom hány évben a Real Madrid, a Barcelona, meg a Bayern München volt szinte csak, kivéve mindig ott a legjobb négyben, vagy a nyolcban, mindenki más, teljesen mindegy, hogy angol bajnok, német bajnok, olasz, vagy francia, vagy spanyol, azok ott úgy hintáztak, ugye ingáztak. Én azt gondolom, hogy nem ezen múlik a Guardiola szempontjából, hogy lesz-e ő a jövőjére a világ tetejére, inkább nyilván ez egy ilyen drámai szituáció, hogy na, vajon 10 évvel azután, hogy utoljára BL-t nyert, most elbukik-e? A víziót említetted, ami nyilván Tuchelnek van, hogy hogyan verje meg Guardiolát, vagy az ő csapatát, de valójában mennyire lesz az edzők meccse, és mennyire fog ezen múlni? Most már nem sok időnk maradt sajnos arról beszélni, hogy egyáltalán az esélyeket hogy látjátok. Én azt mondanám, hogy annak idején, hogy Abramovics Csukcsföld kormányzója pakolta bele a pénzt, és valóban igazad volt, hogy nem az a BL döntő volt a München, amit megnyertek végül, hanem az egyel korábbi a büntető párbajban végtelen bal szerencsésen a United ellen elvesztett döntő. Tudom, közvetítettem. Tehát úgy gondolom, hogy ott Abramovics addig pakolta, hogy célba ért. És ezt érzem most a Citynél. Egy dolog miatt gondolom azt, hogy nem biztos, hogy nyer a City, minden mellettük szólna, hogy a Real Madrid-en annyira magabiztosan jó futballozott a Chelsea, és annyira megölte a játékokat, hogy én úgy gondolom, hogy ki tudnak dolgozni egy olyan taktikát, és a két játékos állomány között én nem érzek döntő különbséget. Tehát ez a Chelsea, ez egy roppantúl jól összerakott csapat, nyilván Löw Zsoltnak köszönhetően, de az biztos, hogy itt nagyon apróságokon fognak múlni dolgok. És Guardiola is, hogy a barcelonás időszak után a München-nel, Bayern-nel háromszor nem jutott döntőbe, elbuktak az elődöntőbe. Most én úgy gondolom, hogy valóban mindent feltesznek, és elképesztő. Nem nagyon szeretem, amikor angol házi döntők vannak, de ez egy félelmetes meccs lesz, az egészen biztos. Hát ezt ne felejtjük el, ugye, hogy csúcs projekt ide vagy oda, az a Chelsea 2008-ban valóban egy nagyon szépen építkezett, és klub legendákkal teletöbött csapatként elcsúszott, mint a John Terry az utolsó 11-esnél, és nem nyerte meg a BL döntőt. Majd 4 évvel később egy olyan Chelsea, amelyen menet közben kirúgták az edzőt, mint ahogy most is, ugye edzőcsere volt, és a BL-ben nem is értek volna oda a bajnokság alapján, egy hipertartalékos csapattal, amiből a John Terry ugye nem is volt ott a döntőben, mert kiállították az elődöntőben, és egy ilyen Obi Mikellel, meg a Bertrandal fölálló Chelsea megnyerte. Tehát azt mondom, Münchenben, hogy Bayern München ellen Münchenben, úgyhogy a 85. percben kapták a gólt, és a 88-ban egyenlítettek, majd a München kihagyott egy 11-est a hosszabbításban, tehát semmi nem szólt mellettük. Ez azt mutatja, amit te mondtad, még a büntető párbajban is gyakorlatilag egy megjósolhatatlan. Így van, tehát ezért nem lehet. A kérdés csak az, hogy milyen meccset várjunk, mert egy döntő lehet nagyon emlékezetes, meg lehet nagyon emlékezetesen rossz is. Igen, viszont a bajnokság azt mutatta, hogy két olyan csapat, hiába a Chelsea ugye ráállt erre a három védős rendszerre, amely kifejezetten szeret támadni, és nagyon sok helyzetet is alakítottak ki, úgyhogy én ezt várnám ezen a mérkőzésen bármekkora a tét, hogy mernek majd kockáztatni. Én megmondok inkább egy butaságot mindehhez, ugye, hogy Aguero pedig azt nyilatkozta ideérkezésekor, hogy ő addig lesz a Manchester United játékosa, a City játékosa, ameddig nem fogják megnyerni a Bajnokok Ligáját, és nem jutnak be a döntőbe. Tudjuk, hogy Aguero mérkőzést követően elhagyja a Cityt,
úgyhogy ő megjósolta ennek az egésznek a kimenetelét. Én azért látok egy picit nagyobb különbséget, mint horog a két csapat kerete között és ereje között. Ahogy említette Ákos, igen, nyertek ellenük, de a bajnokságban például ugye 92. percben esett góllal, amit Alonso szerzett, és 11-est hagyott ki a City, és egy tartalékosabb City is jóval jobban játszott, mint a Chelsea. Szóval semmi nem szól szerintem, vagy nem sok minden szól a Chelsea mellett. Ettől függetlenül ez 50-50%. Az érdekes lesz, hogy tényleg nehéz ezt megmondani, hogy az edzőkön mennyi minden múlik, főleg nem azon, hogy az ő a saját csapatukat hogy készítik fel, hanem egy ilyen egymás elleni harcban. Ugye Guardiola kétszer megnyerte már a Bajnokok Ligáját, ezen kívül az Európai Szuperkupát, sőt a klubvilágbajnokságot is két csapattal már, tehát olyan szintű trófea halmozó egyébként, még ugye Thomas Tuchel azt tudja elmondani, hogy tavaly kikapott a döntőben. Ez az egyetlen nemzetközi eredménye van. Egyébként két évkor különbség van kettőjük között, tehát még azt sem mondanám, hogy olyan óriási tapasztalatbeli különbség dönthet Guardiola javára. De a végére nem tudom, mennyire lesz ez számotokra frappáns vagy meglepő. Nagyon jó, már most érzem. Ugye Ákos és Rudi nagyon sokáig együtt közvetítettek a Spieler TV-n a Premier League-ből, és sokszor egy kis irodalmi csöppeket is csepegtettek. Tehát művész emberekkel vagyok körülvéve. Igen, a versek iránti vonzalmuk olykor megmutatkozott a közvetítések során is. Nem készültünk fel erre, úgyhogy egyáltalán nem gondolom, hogy könnyű lesz, hogyha most itt a BL döntő kapcsán egy ilyen irodalmi párhuzamot, vagy alkotást, vagy sor, ami eszetekbe jut így előre, az mi lehet, ami esetleg ráhúzható lesz erre a mérkőzésre. Hát, hogyha nagyon elhúzódik a meccs, 11-esek lesznek, és valaki megint előlép, mint John Terry, és kihagyja, akkor a kése is irató. Mondjuk most így párhuzamként, vagy feljön be, hát inkább dráma. Tehát dráma lesz ez, mint költészet. Nem tudom, hogy olyan lesz-e, mint egy Shakespeare dráma, ahol minden felvonásban hullanak az emberek, és mindig történik valami, vagy inkább olyan lesz, mint egy Beckett darab, amiben várjuk, hogy csak történik valami, aztán mégsem, de az biztos, hogy drámai lesz. És hogyha most nem a költészet felől közelítjük meg, én tippelni nem akarok, én azt szeretném, hogy az angol foci, az angol futballnak a jelenlegi két legfiatalabb, és, vagy nem legfiatalabb, legtehetségesebb fiatalja, ugye a Manchester City-ben a Phil Foden és a Mason Mount a Chelsea-ben legyen ott a pályán, és játszanak jól. Én akkor már elégedett leszek. Hát, ha már az edzőkről beszéltünk, és a lehetőségeikről, és Guardiola nagy lehetőségéről, akkor nyilván először a magamba bíztam elejétől fogva jut eszembe, és pláne azért, mert hogy vele kapcsolatosan... És ha megnyeri a City-vel a BL-t, és akkor mondhatja, hogy kész a leltár egyébként, tehát ez így van. Mert hogy vele kapcsolatosan azért rengetegszer felmerült az, hogy igen, sok trófeát nyert, viszont a Bajnokok Ligájában mindig jött egy olyan mérkőzést, ahol nagyon sok szakember azt mondta, na ezt túlgondolta és túltaktikázta, és ezért nem jutott a döntőbe a Bayernnel, ezért esett ki a Cityvel is, hozzájuk mérten gyengébbeknek titulált ellenfelekkel szemben. Viszont ez az év ez megmutatta, hogy ezek a változtatásai, túlgondolásai mégis bejöttek, és ebben a szezonban eddig minden ült, úgyhogy megvan arra az esély, hogy most ez a döntőben is sikerülni fog. Hát köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy Thomas Tuchel felől közelítve a dologhoz nekem az jutott eszembe, hogy az Ákos mondta, igen, hogy a dráma adott, hogy vagy egy csehovi hős lesz, aki mindig csak vár, csak vágyakozik, de soha nem éri el azt, amire vágyakozik, vagy pedig egy Shakespeare-i királygyilkos, és ő fogja Guardiolába belemártani a kést. Meglátjuk. Köszönjük vagy szépen. Egy magyar szerzőtől, az ember tragédiája legvégén. Így van, Laci is bebizonyította irodalmi műveltségét. Én Samuel Beckettről én is olvastam. Igen, a Wolverhampton középpályás volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor szurkoljuk együtt egy jót még. A kedves nézőknek pedig a figyelmet, lesz még kezdőkör idén itt a Fehérvár Televízióban. A jövő héten várjuk ismét önöket. Viszontlátásra! Press start.